Íme a következő három tesztalanyom, ám bár a előzetesben a kabar nem szerepelt, hanem a Glock időközben sikerült kölcsön kapnom. Gondoltam, hogy talán kicsit érdekesebb lesz, és egy kicsit egyenrangúbb fél az A1-jel szembe, mert valljuk be őszintén, a gurk bármennyire egzotikus, szép és érdekes formájú, amúgy nagyon frankó kis kés, de nem egy univerzális dalab. Hát akkor kezdjük is. Hát kezdjük a gurkkal. A tokról a véleményem sajnos kicsit hasonló, mint a Bushmanról, Bushman tokjáról. Hát a varrásánál látni is egy kicsit úgy kezdett szétfesleni. Ez is ilyen lifegő, lofogó. Nem vagyok tőle elájulva. A kivétel, visszarakás az eléggé macerás ennél a késnél. Viszont nem is ezt várjuk el tőle szerintem. Kicsit olyan macsita jellegre utal szerintem a formája. Nagyon jó fogása, tehát egy stabil fogás lehet sújtáskor, akár állatdaraboláskor, vagy favágáskor a késnek a nyelén tapasztalni. Nem egy olyan bushcraft kés, nem egy olyan túlélő kés, amit én annak gondolok, hogy igen, ez az lenne. Nagyon érdekes egyébként, tehát tényleg, hogy valamelyes lehet ezt használni, de ha valaki kimegy vele az erdőbe, akkor azt mondja, hogy inkább egy másik fajtát, inkább egy skandinávosabb beütésű kés fog választani. Érdekesség inkább, mint az, hogy szerintem egy használati tárgy. Amúgy egy pofás egy kés. Kabar heavy bowie. Nem vagyok ennek a tokjától se, hogy nagyon elájulva, sőt, mi több, ez az egész zárószerkezet, ez az oda-vissza klipszes, ez nekem egy kicsit zavaró, idegen, kivételnél visszalakásnál, mert ugye itt az élesben ez így néz neki, hát az ember így hiába csatolja ki, és ez nem fog lelifegni, hogy ki tud húzni a kést, hanem baromira útban van, ha tetszik, ha nem. Baromira útban van, ez a megoldás, ez szintén nem tetszik, gondolom ez ilyen combkozoló rögzítéshez való. Én nem használok ilyet, van aki használja, kinek a pap, kinek a papné. Amúgy nagyon jó széles a toknak a szája, tehát jól lehet kibe pakolni a kést. Ha nem lenne itt ez a két nyavajás klipsz. Ez a csat. Masszív, nagy, erős kés. Nem tetszik, nagyon nem tetszik a formája a markolatnak. Viszont, amit el kell ismerni, baromira használható. Nagyon jó a fogása, nagyon jó sújtásra, nagyon nem csúszik rá a nyérre a kéz szúráskor. Jó masszív erős a penge, fogható, nem vágom el a kezem. Meglepően használható ez a kéz, kés annak ellenére, hogy nekem nem tetszik. Jó ez a markolati anyag, viszont na most érzem, hogy halihó, lehet látni, remélem, ezt a pindurka kis mozgást, hát ez nem mondhatnám, hogy egy nagyon professzionális munka, be kellene ragasztani. Amúgy összességében nincs rossz véleményem erről a késről, azon kívül, hogy nem tetszik, meg a tokja. Hát következik az A1, ami az én véleményem szerint ahányszor eddig használtam, egy nagyon jó, nagyon frankó, használható kés volt. Klipszes megoldás, zsinórról ismeritek a véleményemet, hasonlóképpen lehet kivenni, mint a farkasfogat, vagy a turánt, pattanósan. A tok, hát szerintem azért enni egy kicsit komolyabb és profit tokot tudna ennyi pénzért adni a Falk Knife-en. Maga a kés. Egy rendkívül strapabíró, erős kés. Nem csak a markolata, hanem a penge is ezzel a laminár pengével. Na hát ezt szakember tudná elmondani, hogy kívül, két oldalt kívül milyen acél, belül milyen acél. Én annyit tudok, kívül gyengébb, belül baromi kemény. Ezáltal egy nagyon strapabíró, erős kést kapunk. Fokél. Nagyon frankó rajta,
Nagyon jó lehet használni, tényleg baromira jó lehet használni. Tolni is lehet vele. A sújtásnál viszont csalódás. Csalódás ez a kés. Én azt gondoltam, hogy ezzel sokkal jobban lehet sújtani, és a köznapi használatban, amikor az ember úgy buskraftolgat, tényleg ezek a mozdulatok, ezek úgy gyakoriak, úgy megvannak, hát ez is nem igaz a vazak zsinór. Tehát megvannak, nekem egy kicsi csalódás. Többet vártam tőle, egyelőre, amit eddig tapasztaltam, de hát majd most látjátok ti magatok is, hogy mit tudok vele, hogyan tudom vele csinálni, és hát az önkéntelen gondolataimat is megnyilatkoztatom. Tehát túrabot készítés, elegúr, csodálatos tokból ki, mennyire alkalmas rá. Nagyon jól lehet vele csapni, bitang jól lehet vele csapni. Nagyon jó viszi, azt a pletyárját neki. Jó erős anyagot. Egy csokás, kicsit fordít az ember. Kettő. És akkor. Nagyon fontos, hogy ezt tudja a késünk. Nagyon-nagyon fontos. Minél gyorsabban, minél hatékonyabban, akár önvédelmi eszközként is gyönyörűen alkalmazható hirtelennyébe ez a kis fahosánk. Következzék, ebben csodálatos tokkal megáldott kabar, aminek már az előbányászása nem kis feladat. Jobbra-balra csatolva, akad, mindegy, ahogy előkerült. Innentől kezdve viszont baromi jó meg lehet fogni. Hoppá! Baromi jó meg lehet fogni. Jól lehet vele sújtani. És hát szerintem ez is eléggé gyorsan és hatékonyan képes végrehajtani azt, amit most szeretnék csinálni, tehát a túrabot készítését, illetve a videó állványét, mert ez lesz majd végén a fő. Szia! Hát mondjuk azért nem olyan jó, mint a gurk, de azért, na, tudja ez a dolgát. Ilyen esetekben nagyon jó lenne, ha lenne ezeken a késeken fokér. Én a fokérre szoktam letolni a tüskét. Nem gyilkolom bele a rendes pengét. Hát ez azért nem igazán alkalmas erre, mivel nincs rajta. Ez nagyon minimális, hát ezzel nem lehet csinálni gyakorlatilag. Készen is vannak. Egy kicsit utána dolgozik az enyér, sajnos pengével, mert a fokér túrót nem él. Tehát a fokérnek azon felül is megvan a létjogosultsága, hogy a szikravető tudja működtetni. Van egy masszív kérdős kés.